Hát szeretettel köszöntök mindenkit, azokat is, akik jelen vannak, azokat is, akik majd utó fogják hallgatni a technika állásainak köszönhetően. Ugye a mai témánk eléggé égető és aktuális kérdés, az elváltak is az újraházasodottak, illetve a szentáldozás problémája. Annál is aktuálisabb ez a téma, mert tudjuk, hogy ez év őszén lesz majd Rómában egy püspöki szinódus, ami a házasság és a család témájával fog foglalkozni, és hát már most, illetve már jó pár hónapja parázsviták zajlanak, és nagy arányú várakozás van sokaknak a körében, főleg ugye a világ hatalmasainak a körében, hogy itt most az egyházban valami gyökeres változás lesz az eddigi tanításhoz képest, és én mint egy előre menve ennek a szinódusnak szeretném összefoglalni az egyház eddigi 2000 éves tanítását, amit az utóbbi évtizedekben a pápák, illetve a római hatóságok többszörösen is kifejtettek részletesen. Amire én most támaszkodok, az természetesen nem a saját véleményem, hiszen ugye pont az a lényeg, hogyha meg akarunk maradni hűséges katolikus keresztényeknek, akkor ne ezt vagy azt a véleményt, ezt vagy azt a teológust, vagy szakértőt, vagy bíborost, vagy püspököt kövessük, hanem azt a tanítást, amit ugye Krisztustól kaptunk, a hitletéteményt, amit az egyház tőle kapott, amit tévedhetetlenül őriz, és amit ad nekünk hinni. Ugye tehát alapvetően az ilyen vitás kérdéseknél mindig az alapkérdés, amit áll vagy bukik az egész, az egyik az, hogy hiszek-e én Istenben, a mindenható Atyában, a mennyek és földnek a teremtőjében, aki tehát az én életemnek is ura, parancsolója. A másik az, hogy hiszem-e azt, hogy Jézus Krisztus valóban az ő egyszülött fia, valóságos Isten és valóságos ember. Hiszem-e azt, hogy Jézus hűségesen átadta az Atyától azt az igazságot és azt a törvényt, amit az Atya nekünk szánt, és hogy erre a feladatra az egyházat választotta ki, tehát hogy az egyház tovább adja ezt a hitletéteményt. Tehát ha ezeket hiszem és elfogadom, akkor nyilvánvaló, hogy én, mint teremtmény, köteles vagyok ugye a élet nagy kérdéseire mindig olyan megoldást keresni, ami összhangban van a kinyilatkoztatott tanítással, az átadott hitletéteménnyel, és nyilvánvaló, hogy az én feladatom az, hogy alázatosan, de szabadon elfogadjam ezt az Isten igazságot. Hát ez a hitnek a definíciója is, hogy elfogadom mindazt, amit a Isten kinyilatkoztatott és az egyház elég ad hinni. Nos, hát nézzük, hogy mi az egyháznak a tanítása általában a házasságról. Az alapvető forrásunk itt a Szentírás, hiszen a házasság az egyetlen olyan intézmény, ami tulajdonképpen egyidős az emberiséggel, tehát az összes többi szentséget csak Krisztus alapította, a házasságot pedig már a Teremtő Isten, és már a Szentírás első lapja is erről tesz tanúságot. Hát tudjuk azt, hogy azáltal, hogy az Úristen egy férfit is egy nőt alkotott, hogy ugye két parancsot is adott neki, az egyik az, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet, a másik az, hogy ugye a férfi elhagyja apját, anyját, feleségével tart, és egy test lesz a kettő, tehát ez jelzi a házasságnak a kettős célját, az élet továbbadását, ugye a szaporodás, illetve a kölcsönös egységet, segítés, támogatást. És a mai napig ez a házasság definíció, hogy ez a kettőnek meg kell valósulnia. Természetesen tudjuk azt, hogy ez azt is föltételezi, ugye, hogyha egy test tesznek, az Isten egyé olvasztja őket, akkor ezt az egységet az embernek nincs joga ugye szétválasztani, és éppen ezért
azt mondjuk, hogy a házasság elmondhatatlansága az egyidős a házassággal. Tehát Isten nem képzelt el, nem alkotott olyan házasságot, ami fölmondható lenne, hanem csak fölmondhatatlan házasságot. Ennek ellenére a bűnbeesés után ugye megbomlik ez az kezdeti harmónia és egység a férj és a feleség között. Nyilván tudjuk a büntetést, ugye, hogy a férfi majd eredménytelenül fog dolgozni, a saját arca merítékében fogja a kenyerét keresni, és a föld mégis tövis és bojtorgyán terem az ő számára, a nő pedig vágyakozni fog a férje után, aki viszont uralkodni fog rajta. Tehát nem az a kezdeti egység, harmónia, kölcsönös kiegészítés és segítés, hanem egyfajta hatalmi harc lesz nagyon sokszor a házasság. És ennek a következménye, hogy tovább romlik ez az eredeti isteni kép a történelem folyamán, és végül odáig jutunk, hogy megengedett a többneműség is, ami ugye igazságtalan, különösen a nő szempontjából, és megengedett a válás is. A tíz parancs ugyan megtiltja a házasságtörést, ellenben a mózesi törvény lehetővé teszi a válást, persze csak a férfi részéről. Hát, hogy milyen föltételek mellett lehetséges a férfinak elbocsájtani az asszony, e körül vita van az Ószövetségben. Hát például Jézus idejére már olyan vélemény is volt a különböző rabbik részéről, hogy természetesen házasságtörés esetén, vagy hogyha az asszony elsózza az ételt, hogyha túl mohón iszza a vizet, hogyha a nyilvánosság előtt beszélget valakivel, vagy hogyha a férfi bármi visszataszított talál rajta, illetve a legszebb az, hogyha a fiatalabbat talál a jelenlegi feleségének. Hát egy idő után ez már nem nehéz, ugye, könnyedén tud ilyen vállalatot találni, és ilyenkor a férfi ugye adott egy vállalólevelet, tehát ugye mivel hogy az asszony ilyenkor a férfi tulajdon jogára tartozik, ugye, mint egy lemondó tulajdonáról, mint egy garanciát ír a többi férfinak, hogy hát én lemondok a jogomról, akinek tetszik, akinek megfelel, az nyugodtan viheti. Hát szóval eléggé eltér az eredeti elképzeléstől, de érdekes, hogy már az Ószövetségben azért a prófétai hagyományban megjelenik egy olyan gondolat, hogy Isten is úgy szereti az ő népét, mint a szerelmes vőlegény a mennyasszonyát, és éppen ezért, tehát ez a földi szerelem, a földi kapcsolat a férj és a feleség között, ez képmása Isten és az ő népe szövetségének. És ezért orvolják a proféták a bűnös bálványimádó népet, hogy te parázna, te házasságtörő, tér vissza az első szerelmethez, a kezdeti hűségethez. Különösen Malakiás proféta, aki ugye az utolsó a proféták sorában, tehát az utolsó könyv az Ószövetségben, az a proféták között a Malakiásé, ő már azt mondja, hogy ne légy hűtlen ifjúkorod feleségéhez, akivel szövetséget kötöttél, mert én gyűlölöm a vállást. Tehát egészen világosan kimondja, hogy nem ez az Isten eredeti képe. És aztán az Új Szövetségben pedig nagyon jól ismerjük ezt a jelenetet, amikor ugye a farizeusok próbára akarják tenni Jézust, hogy szabad-e, és mikor szabad a férjnek elbocsájtani feleségét, és akkor az Úr Jézusnak a válasza, ugye Máté is, meg Márk is megörökíti nagyon hasonlóan ezt a történetet. Kérdezi Jézus, mit parancsolt nektek Mózes? Erre azt mondták, Mózes megengedte, hogy vállólevelet írjunk és elbocsássunk. Erre Jézus azt válaszolta neki, a ti szívetek keménysége miatt írta nektek e parancsot. A teremtés kezdetén azonban Isten férfivá és nővé alkotta őket, ezért az ember elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy testé lesz. Így már nem ketten vannak, hanem egy test, amit tehát Isten egybekötött, az ember szét ne válassza. Oda az a tanítványa, hogy ismét megkérdezték őt erről a dologról, ő pedig azt felelte, aki elbocsátja a feleségét és másikat vesz,
házasság töréssel lép ellene, és ha az asszony elhagyja a férjét és máshoz megy, házasságot tör. Tehát ugye a szív keménysége miatt történt az Ószövetségben ez az engedmény, azonban az Úr Jézus, mint valóságos Isten, most helyreállítja a teremtő eredeti elképzelését, és hát mi úgy mondjuk, hogy szentségi rangra emeli a házasságot, és azt mondja, hogy amit Isten egybekötött, az ember szép ne választa, sőt azt is mondja, hogy aki mégis szép választja, és újabb köteléket köt, az házasságtörő. Van egyébként egy kitétel, mégpedig Máténál, amire sokszor szoktak hivatkozni, erre még visszatérünk, azt mondja Jézus, hogy én viszont azt mondom nektek, mindaz, aki elbocsátja a feleségét, kivéve a parázasság esetén házasság körülvé teszi, és aki elbocsátott nővel összeházasodik, házasságot tör. Most ez a kivéve a parázasság esetén, ez görögül úgy hangzik, hogy parektos logu porneias. Most ez a porneia, hát ráismerjük a gyökeret, a gyökére ráismerjük, ugye, egyesek házasságtörésnek fordítják, de itt sokkal helyesebben paráznaságnak mondja. Tehát a Biblia tudósok vitatkoznak, hogy mi is ez a kivétel, ez a porneia, ami a jogossá teszi a vállást, és nincs teljes egyetértés, de mégis a többség azt mondja, hogy arról van szó, hogyha valaki törvénytelen kötelékben él, tehát valami miatt szabálytalan, törvénytelen, érvénytelen a házassága, akkor igenis nem csak joga, de kötelessége is elbocsájtani ezt a törvénytelen kötelességet. Na most egyébként itt a egyházi meghivatkozások azt mondják, hogy ez egy bizonytalan értelmezésű hely, és bizonytalan bibliai helyekre nem lehet ugye tanítást alapozni. No, hát a másik dolog az, hogy Szent Pál apostol is többször kitér erre a problematikára, hogy házasság és válás, és főleg az első korintusi levélben foglalkozik ezzel a kérdéssel. Tudjuk azt, ugye, hogy kijelenti azt, hogy a férfi úgy szeresse a feleségét, mint a saját testét, és azt mondja, hogy engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében, az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, akár csak az Úrnak, mert a férfi feje az asszonynak, amint Krisztus is feje az egyháznak, ő a test üdvözítője. Mint ahogy az egyház Krisztusnak van alárendelve, úgy az asszonyok is mindenben a férjüknek. Ugye ezt általában manapság nem nagyon szeretik olvasni esküvőkön, mert azonnal fölpörgül a mennyasszony, és hát csapot-patot ott hagyva menekül. De hát ugye tovább kell olvasni, hogy ne legyen botrányos, mert azt mondja, ti férjek, szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjében az ige által megtisztítva megszentelje, és dicsővé tegye magának az egyházat, hogy sem volt, sem rád, sem más elfélelet ne legyen rajta, hanem szentelen és szentelen. Tehát igen, a Biblia szemléletében a férfi a családfő, ő Krisztusnak ugye a főnek a megjelenítője, az asszony az egyháznak a képe, de azt mondja, hogy engedelmeskedjetek egymásnak, tehát mind a kettő engedelmeskedik a másiknak, hozzáigazodik a másikhoz, az asszony teljes bizalmával ráhagyatkozik a férjére, a férfi pedig úgy szereti, ahogy Krisztus az egyházat, vagyis az év véreontásáig, az utolsó csepp véréig. Hát azt hiszem, hogyha valakinek ilyen férje van, akkor annak nem nehéz úgymond engedelmeskedni. Tehát ez kölcsönös kötelezettségeket és kölcsönös felelősséget jelent. És itt jön a lényeges mondat, hogy ugye ezért az ember elhagyja apját, anyját, feleségéhez ragaszkodik, és ketten egy test lesznek. Nagy titok ez, én pedig Krisztusról is az egyházról mondom. Nagy titok ez. A titok a görögben úgy hangzik, hogy mysterion, és a latinban sacramentum. Tehát nagy szentség ez magyarul. A szentség ugye micsoda? A szentség mindig egy láthatatlan isteni valóságnak a látható módon való megjelenítése és közlése.
Tehát az a láthatatlan szövetség, ami összekapcsolja Krisztus és az egyházat, az látható módon megjelenik a Földön, a férj és a feleség kapcsolatában, és ugyanaz a szeretet köti őket össze, ami Krisztust összekapcsolja az egyházat. Ugyanaz a kegyelmi szövetség működik köztük, ami ugye Krisztus és az egyház között. Tehát innen van az, hogy a katolikus egyház kezdettől szentségnek mondja a házasságot. Igen, ám csak, hogy az ember nem lenne ember, hogyha nem bonyolódna különböző problematikus helyzetekbe. És hát például fölmerül többször, hogy mi van azzal a keresztényel, akinek nem keresztény házastársa van. Aki nem csak, hogy még nem keresztény, de nem is akar azzá válni, sőt, esetleg folyamatosan piszkálja a keresztény felett, és gyalázza a teremtő Isten. Szent Pál apostol a Korintusiak azért első levelében azt mondja, tehát először érdekes, javasolja, hogy aki képes rá, az vállalja a nőtlenséget. Azt mondja, ez az ő példája, ő maga is így ért, tehát ez a legjobb állapot. Mert az idő rövid, ugye az Úr visszajön, és akkor minden földi dolog elmúlik. De aki házasságban él, annak nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy a feleség a férjétől el ne váljon, ha pedig elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki a férjével, és a férfi sem bocsássa el a feleségét. Tehát ha elválik, mert nem tudnak együtt lenni, akkor maradjon fér nélkül, vagy feleség nélkül, mondja Szent Pál. A többieknek viszont azt mondom, ha valamely testvérnek hitetlen felesége van, és az kész belevakni, ne bocsássa el. És ha valamelyik asszonynak hitetlen férje van, és az kész belelakni, ne hagyja el a feleségét, mert a hitetlen férj megszentelődik a felesége által, és a hitetlen asszony megszentelődik a hívő férje által. Különben fiaitok tisztátalanok volnának, pedig szentek. Ha azonban a hitetlen férj elválik, váljék csak el. Mert a testvér vagy a nővér ilyen esetben nincs szolgaságra kötelezve, hiszen békességre hívott meg minket az Isten. Tehát amennyiben ez a nem keresztény fél nem akar békében együtt élni a keresztény házastársával, akkor megengedi Szent Pál, hogy elváljanak, és hogy a keresztény fél újabb házasságot kössön. Most ezt úgy hívják, hogy páli kiváltság, privilegium paulinum. Például ugye, Uleulein Hassan, iraki hithű muzulmán, megkeresztelkedik, katolikussá válik, és Fatima nevű felesége ezen nagyon megbotránkozik, nem akar vele együtt élni, nem tudja elfogadni az ő keresztény hitét, viszont összeismerkedik a Hassan egy kis Juliska nevű hithű katolikus leányzóval, egymásba szeretnek, és ez a Juliskával való házasság ugye sokkal jobban segíteni Hassannak a keresztény hitét, mint hogyha az Isten gyalázó Fatimával maradna továbbra is. És ilyenkor Szent Pál apostol megengedi, és a katolikus egyház is megengedi, hogy elváljon a Fatimától, és elvegye a Juliskát, és ezúttal szentségi házasságot kössön vele. Most ez miért lehetséges? Azért, mert a házasságnak alapvetően van kettő kategóriája. Két keresztény közötti érvényesen megkötött házasság, azt úgy nevezünk, hogy szentségi házasság. Vigyázzunk, tehát nem csak két katolikus, két református, két ortodox között is. Vagy vegyes házasság esetén egy katolikus és egy református, egy katolikus és egy ortodox. Amennyiben érvényesen megkötik a házasságot, az szentség. De mi van azokkal, ahol egyik fél sincs megkeresztelve, vagy csak az egyik van megkeresztelve, a másik nincs? Ugye ezek is Isten szemében lehetnek érvényes házasságok, de nem szentségiek. Miért nem? Azért, mert a keresztség előtt nem lehet semmilyen szentséget fölvenni. Tehát most is, hogyha például egy katolikus személy püspöki engedéllyel a templomban házasságot köt egy kereszteletlennel, az érvényes lesz, de nem szentségi. Tehát léteznek úgynevezett természetjogi házasságok.
Tehát két muzulmán között, két zsidó között, két buddhista között. Ugye az emberiség többsége sajnos még nem keresztény, de hát ők is házasodnak, ők is családokat alapítanak. Most az Isten szemében ezek mind vadházasságok, mind törvénytelen együttélések? Nem, természetesen ezek érvényes, természetjogi házasságok. Isten őket úgy tekinti, mint házastársakat, de mivel nem keresztények, szentséget nem tudnak létrehozni. Na most ugye a fölmondhatatlanság az elvileg minden házasságra vonatkozik, mert ugye ez a teremtő Isten eredeti akarata. De a szentségi házasságban a fölmondhatatlanság sokkal szilárdabb és sokkal ugye mélyebb gyökerű, hiszen az alapja az, hogy ők megjelenítik Krisztus is az egyház szerelmét, ami teljesen fölbonthatatlan, szétterhetetlen és örök. Na most azok, akik nem keresztények, azoknak a szeretet kapcsolata nem jeleníti meg Krisztus is az egyház szövetségét, és éppen ezért ez a házasság, hogy mondjam, tehát a fölbonthatatlanságra irányul, de ez a fölbonthatatlanság még nem teljesen szilárd és végleges. Tehát ezt a házasságot bizonyos extrém esetekben föl lehet bontani. Például, amit az előbb mondtam, az egyik fél megkeresztelkedik, megtér, és a másik fél nem akar többet vele együtt maradni, illetve a későbbiek folyamán a katolikus teológiában kifejlődött az úgynevezett péteri kiváltság, a privilégium petrinum, tehát a hit javára föl lehet bontani, de csak a pápa mondhatja föl, az ő ugye Krisztus helytartói hatalmával fölbonthatja a természetjogi házasságot két nem keresztény között a hit javára. Hát ez főleg akkor történhet, hogyha valamelyik a két hit a kereszteletlen között nem akar megkeresztelkedni, de mégis házasságot kötne egy katolikussal, és akkor az előző házasságát a pápa fölbonthatja. Ez nagyon ritkán történik, és nagyon bonyodalmas eset, de lehetséges. Na most, amennyiben viszont két keresztény szentségi házasságban él, és ezt a házasságot elhálták, vagyis a házasságkötés után volt köztük testi kapcsolat, ezt a házasságot semmilyen földi hatalom, még a pápa sem bonthatja fel. Tehát semmilyen hatalma nincs az elhált és érvényesen megkötött szentségi házasság fölött. Amennyiben nem történt meg az elhálás, csak a szentségi házasság megkötése, itt is a pápának még mindig van bontási hatalma, tehát ezeket úgy hívják, hogy inkonszumációs terek, és Rómában a szentségi fegyelmi kongregáció foglalkozik ezekkel, nyilván nagyon ritkán fordulhat elő, de itt még lehet bontani, de hogyha megpecsételték a szövetségüket a testi egyesüléssel is, utána már itt bontásnak helye nincs. Tehát ez az egyháznak ugye a gyakorlata a Szentírás alapján. Tehát ahol egyáltalán kezdhetünk valamit, azok a nem szentségi, természetjogi házasságok. Na most, hogyan fejlődött tovább ez az egyháznak a hagyományában? Hát itt ugye nagyon sokan, akik azt kívánják, hogy az egyház valamiképpen engedje meg, vagy tolerálja a válást és a második házasságot, azok mindig az ősegyházra hivatkoznak. Most aki emlékszik a korábbi előadásokra, az tudja, hogy akkor is, amikor bevezették a kézbeáldozást, akkor is arra hivatkoztak, tévesen persze, az ősegyház is így csinálta, és az a helyes, az az eredeti, az a jó. Amikor ugye a cölibátus meg akarják szüntetni, akkor is arra hivatkoznak, hogy hát ez egy középkori torzulás, a római egyházban a kezdetben nem így volt, ugye. De visszatérünk az eredeti tiszta gyakorlathoz. Hát ebben a házassági válás esetében is erre hivatkoznak, hogy állítólag bizonyos egyház atyák lehetővé tették szükség esetén a válást és a második, harmadik, sőt a negyedik házasságot is. Ugye aki elvált és újra házasodott, az állítólag
voltak egy bizonyos bűnbánati időszak után, tehát egy vezetés után visszafogadták az egyházba, és a szentségeket is engedélyezték számára, az újabb házasságát pedig elismerték. Most itt hivatkoznak mindenféle régi zsinatokra, és ezzel kapcsolatban szeretnék idézni egy tanulmányt. Ez a tanulmány márciusban jelent meg, tehát két hónapja jelent meg magyar nyelven a Magyar Kurír nevű lapban, ami a Magyar Püspöki Kar félhivatalos közlönye. Tehát ebből én arra következtetek, hogy a magyar püspökök ezt a tanulmányt jóvá hagyják, és helyeslik, és magukévá teszik a tartalmát. A tanulmánynak a szerzője Walter Brandmüller német bíboros, aki hát már igen idős korában lett bíboros, 16. Benedek által, és korábban pedig a Római Történettudományi Akadémia vezetője volt, és arról lett híres ez a Brandmüller bíboros, hogy az ilyen vitatott kérdésekben nagyon világosan megvédi az egyház hagyományos tanítását, és tisztázza ezeket a történelmi hitás kérdéseket. Hát ugye Brandmüller bíboros arra hivatkozik, hogy 1977-ben egy Giovanni Cerretti nevű kutató kiadott egy könyvet, Vállás, újraházasodás és bűnbánat tartás a korai egyházban, és ebben a könyvben azt próbálja igazolni, hogy a korai egyház megengedte a szabályos vállási és újraházasodási gyakorlatot. Érdekes módon ezt a 77-ben kiadott könyvet tavaly újra megjelentették, nyilván egyes erőknek érdeke, hogy a októberi püspöki szinódust ezzel befolyásolják. Na most például hivatkozik ez a Giovanni Cerretti a 4. századi, harmadik neocezáreai zsinat kánonjára. Aki többször újra házasodik, azt vessék alá a bűnbánati fegyelemnek. Jó magatartás és állhatatosság megrövidítik a bűnbánati időt. Hát miről van itt szó? Arról van szó, hogy a többszöri házasságnak, a bigámiának vagy trigámiának kétfajta változata van. Az egyik az úgynevezett szukcesszív, a másik pedig a szimultán bigámia. Ugye mit jelent a szukcesszív? Egymás utáni. Tehát valaki megházasodott, megözvegyült, és utána második házasságot köt. Vagy ugye, hogyha többször megözvegyül, akkor többször is köthet házasságot. A szimultán bigámia pedig azt jelenti, hogy még az első házastársa életében valaki mással egy újabb házasságot köt. Esetleg többször is megismétli másokkal ezt a házasságkötést. Most tehát nem mindegy, hogy milyen fajta bigámiáról beszélünk. Egyébként érdekes, hogy az ős egyház semmiféle újraházasodás nem nézett jó szemmel. Tehát még az özvegyek újraházasodását is gyanakodva nézte, és bizonyos esetekben őket is bizonyos elégtételben részesítette, mielőtt megengedte volna az újraházasodást. Ugye Szent Pál apostol erről beszél a Korintusiakhoz írt első levelében, hogy amennyiben ugye egy özvegy, ugye egyedül marad, újra házasodhat az Úrban, tehát a keresztény törvénynek szerint, de boldogabb lesz, hogyha egyedül marad. Tehát Szent Pál azt javasolja, hogy ne házasodjék újra, ha nem szükséges, ha nem föltétlenül érez rá késztetést, de hogyha mégis megteszi, hogyha nem bírja ki az egyedüllétet, akkor nem követel bűnt, tegye meg csak az Úrban. Ugye egyébként az ősegyházban volt egy külön ilyen rend, az özvegyek rendje, tehát a megözvegyült asszonyok egyfajta szerzetesi közösségben élhettek, tettek egy bizonyos fogadalmat, és egyfajta ilyen szerzetes nőknek tekintették őket, különösen a jótékonykodásban jeleskedtek ezek a az özvegyek, és volt is egy szertartás, ahol fölszentelték az özvegyeket az egyház szolgálatára. Na de visszatérve erre az egész tanulmányra, ugye, tehát azt mondja Walter Brandmüller bíboros, hogy itt sohasem
ezek a ókeresztény kánonok nem beszélnek a szimultán bigámiáról, hanem a szukceszív, tehát az özvegyeknek az újraházasodásáról. Hát ez egy igen hosszú és bonyodalmas tanulmány. Érdekes, hogy nagyon sokan hivatkoznak az ortodox egyházra, tehát az elszakadt, Rómából elszakadt bizánci egyházra, mert ebben az egyházban egy idő után kialakult az a gyakorlat, hogy megengedik az elváltaknak a második, sőt a harmadik házasság kötést is. Ezt a házasságot nem tekintik szentségnek, bűnbánati házasságnak mondják, de ennek ellenére ez egy törvényes állapot, hogy az egy elvált, még az első házastársának életében köthet második vagy harmadik házasságot. Ugye arra még egy egész teológia is született ennek az igazolására, mondván, hogy hát ugye ha egy házasság az nem csak akkor szűnik meg, hogyha valamelyik házasfél meghal, hanem ez a halál, ez lehet lelki, szellemi halál is, például, hogy meghal közöttük a szeretet, vagy például, hogy valamelyik hitetlenné válik, és akkor mint egy lelki halálba esik, és hát ez is megszüntetheti a házassági köteléket. De érdekes, hogy ők sem mondják szentségi házasságnak a második, harmadik házasságot. És ugye, hát például ez a cserepés, meg sokan mások arra hivatkoznak, hogy hát ez lenne az eredeti gyakorlat, mert lám a keleti egyház megőrizte az eredeti tisztaságot. Hát ugye nem erről van szó, hanem hasonlóképpen, mint a cölibátus esetében, már kifejtettem, ugye a keleti egyház mindig nagyon erős világi nyomás alatt volt, ugye. Tehát ott volt a császár Konstantinápolyban, állandóan beavatkozott az egyházi ügyekbe, hogy ezt a gyakorlatot úgy is nevezik, hogy cezaropapizmus, tehát hogy a császár a pápa szerepét is próbálta magára venni, és ugyanúgy, ahogy például megengedte a nős papoknak, hogy a szentelés után is folytassák a házasságukat, és így megszüntette az eredeti apostoli cölibátust, ugyanúgy megengedte azt is, hogy illetve az egyházat rákényszerítette, hogy legyen át a korabeli bizánci világi törvénykezést, ami megengedte a válást és az újraházasodást. Tehát ez a gyakorlat nem az evangéliumból ered, nem az apostoli tanításokból, hanem a bizánci világokból, amit rákényszerítettek az egyházra. Természetesen olyan esetekben, amikor egy ortodox a katolikus egyházba tért, akkor többek között azt is tehát esküvel kellett vállalnia, hogy a házasság fölbonthatatlan, nem lehetséges második, harmadik házasságot kötni az első házastárs élete alatt. Tehát soha az egyház ezt nem engedte, hogy valaki ezt a lehetőséget fönntartsa. Tehát ezt is azért mondom, mert vannak ma is bizonyos bíborosok, akik azt gondolják, hogy ez egy járható út lenne az egyház számára. Tehát a Brandmüller bíboros azt állítja, hogy habár voltak olyan egyedi esetek a keleti egyházban, sőt nyugaton is a gal, meg a frank, meg a germán területeken, ahol egyedi esetekben tettek kivételt és megengedték az újraházasodást, ezek egészen elszigetelt esetek voltak, inkább arról van szó, hogy az egyház nem mindig lépett kellő szigorúsággal a visszaélések megfékezésében, hanem mintek tolerált egyes esetekben ilyen kihágásokat, de a törvények, a zsinati határozatok mindig is úgy hozták, hogy ez nem elfogadható keresztény szempontból. No, nézzük akkor tovább, és ezt a bemutatást, ezt én Gerhard Ludwig Müller bíboros levele alapján, tavalyi levele alapján mesélem, hiszen ugye tavaly
volt egy ilyen eset, hogy a németországi Freiburg-i egyház megyében javaslatot tettek arra, hogy az elvált újra házasodottakat egy bizonyos bűnbánat idő után engedjék megint szentáltozáshoz. Érdekes, a szentgyónásról senki nem beszél. Senki nem érzi szükségét annak, hogy a bűneit megvonja, de áldozni mindenki szeretne. Elváltak, újra házasodottak, nem katolikusok, kereszteletek, mindenki szeretne áldozni. Ugye? Tehát a Freiburg Egyház megye tett egy ilyen javaslatot, és ki is hirdette, publikálta nyilvánosan, hogy hát az irgalmasság jegyében ugye ezt meg kéne engedni, és ekkor a szintén német bíboros, ugye Gerhard Ludwig Müller, akit a 16. Benedek pápa nevezett ki a hittani kongregáció prefektusává, de a Ferenc pápa megerősítette, sőt bíborossá is kreálta. Hát ő írt egy levelet a német püspököknek, ahol tiszta vizet önt a pohárba, és nagyon-nagyon igaz hitű módon kifejti az igaz tanítást, és mondja, hogy itt az egyház nem tud változtatni a ősi gyakorlatán, mert köti az isteni jog. Na, nézzük akkor tovább a fejleményeket. Tehát arra is hivatkozik Müller Tiboros, hogy a nyugati egyház viszont a történelem folyamán mindig nagy áldozatok árán is hűséges marad az eredeti tanításához. Például a ugye 8. Henrik angol király idején a szakadásnak az volt az oka, hogy a 8. Henrik nem akar együtt maradni aragóniai Katalin nevű törvényes feleségével, lévén, hogy az sehogy sem tudott neki férfi utódot szülni, és hát ő mindig is hajlamos volt ugye a fiatalabb hölgyek felé érdeklődni, leginkább a Bolein Anna nevű udvarhölgyét szerette volna ugye megkapni, tehát ez egy nagyon kerek karakteres hölgy volt, és azt mondja, hogy ő semmire nem vehető rá, csak akkor, hogyha törvényes feleség is királynő lesz. Ergo valahogy föl kellett bontani az első házasságot Katalin királynővel, és hát ugye 8. Henrik minden követ megmozdatott, de a pápa nem volt hajlandó semmilyen mondva csinált káromi ok miatt ugye fölbontani ezt a házasságot, és ekkor 8. Henrik elszakadt Rómától, saját magát az angol egyház fejévé tette, és olyan törvényeket hozott, amik lehetővé tették az újraházasodást, úgyhogy ő 6-szor is írt a lehetőséggel, ugye összesen 6 felesége volt, de tudjuk, hogy voltak viszont, sajnos a püspökök túlnyomó része bólogató Jánosként beállt a sorba, és engedelmeskedett a királynak. Kettő volt, ugye, aki, illetve az egyik püspök, a másik a Lord Kancellár volt, a Fischer Szent János, Rochesteri püspök és Mórus Szent Tamás, akik az életük árán is hűségesek maradtak az egyház tanításához, és ugye ők a házasság felbonthatatlanságának a nagy szentjei. De hogyha már erről van szó, hogy vannak szentjei a házasság felbonthatatlanságának és vértanúi, akkor gondoljuk csak keresztelő Szent Jánosra. Miért kellett neki meghalnia? Azért, mert megmondta Herodesnek, hogy nem élhetsz együtt testvéred feleségével. És a Szalóme, a megbántott feleség olyan dühös lett, hogy nem nyugodott addig, amíg egy távol meg nem kapta keresztelő Szent János fejét, ugye. Tehát már ő is ezért áldozta föl az életét. Na most ugye, ha bár nyugaton is mondom, voltak a germán és a frank területeken bizonyos kivételezések és bizonyos lazulások, de a gregorián reform, tehát a 11. században 7. Szent Gergely pápa nyomán megindult reform, megerősítette a nyugati egyház egységes tanítását, ősi tanítását, miszerint nem lehetséges újra házasodás az előző házastársak élete során. Nos, a keleti gyakorlatot pedig
Noha ugye arra hivatkoznak, hogy zsinati vagy pápai döntés sohasem ítélt el a keleti gyakorlatot, mint egy hallgatólagosan elfogadta, ez nem igaz, ezt mindig nyugaton visszaélésnek tartották, és a tárgyalásokban mindig ez egy fontos pont volt, hogy akkor mit tegyünk a házasság elmondhatatlanságával. El kellett fogadniuk a keletieknek a nyugati tanítást és gyakorlatot ez ügyben. Na most a mi korunkban is születtek különböző pápai nyilatkozatok és döntések a házasság elmondhatatlanságáról. Most itt többek kettőt szeretnék idézni. Az egyik 1930-ban az én kedvenc pápám, 11. Pius pápa kiadta a Casti Connubii, vagyis a tiszta házasság című körlevelet a következő alcímmel. 11. Pius pápa enciklikája a keresztény házasságról, figyelemmel a család és a társadalmi mai helyzetére, szükségleteire, tévedéseire és bűneire. Tehát akkor még a pápák mernek beszélni a mai társadalom tévedéseiről és bűneiről. És hát kifejti, hogy a soha semmiféle okból nem lehet senkinek joga az érvényes és elhált keresztény házasság fölött. Emberi hatalom által föl nem oldható szilárdság nyilvánul meg benne. A keresztények házassága a legtökéletesebb egyesülést jelképezi, amely Krisztus és az egyház között van. És a pápa hivatkozik Szent Ágostonra, a házasság elmondhatatlanság nagy védelmezőjére, aki a következőt mondja, tehát Szent Ágostont idézem. Krisztus és az egyház kapcsolata olyan, hogy az élőt az élőtől semmiféle vállás nem szakíthatja el. E titkot oly féltékenyen őrzik a mi Istenünk országában, azaz Krisztus egyházában, hogy amikor csak a gyermekáldás kedvéért mennek férjhez nők, vagy nősülnek férfiak, akkor sem szabad elhagyni a terméketlen asszony, és elvenni helyette a termékeny nőt. Aki ezt mégis megteszi házasságoktől, miként az asszony is a máshoz megy férjhez, de nem elilág törvénye szerint házasságtörő, hanem az evangéliumi törvény szerint. Tehát nekünk nem a világi törvényt kell követni, hanem az evangéliumi törvény. És akkor azt is kifejti 11. Pius pápa, hogy mik a fölbonthatatlanságnak a javai, milyen haszon származik belőle. Azt mondja, hogy a felbonthatatlanság megadja a tartóság biztos zálogát, amit saját személyünk nagylelkű átadása és lelkünk bensőssége, szövetsége annyira megkíván, hiszen az igaz szeretet végtelen. Balsi Balázs atya szokta sokszor idézni, hogy a szeretet, hogyha valódi szeretet, az nem tud megszűnni. Tehát olyan nincs, hogy kívül is megszűnni. Tehát a szeretetnek az az alaptulajdonságunk örök és kikezdhetetlen. Tehát ugye a házasságban a házasterek teljesen átadják magukat egymásnak, teljesen rábízzák magukat a másikra, elfogadják a másikat, és ez lehetetlen lenne akkor, hogyha fenntartanák a válás lehetőségét. Tehát azt mondja, hogy a hűség megveri a maga erős bástyáját a hűtlenségre csábító belső és külső ellenségekkel szemben. Tehát 1930-ban is már a külvilág az nagyon erősen próbára tette a házastársak hűségét és a házasság szilárdságát. Azt mondja, hogy továbbá a gyötrő aggodalom helyére, hogy a csapások és az öregkor idején a házastársak nem hagyják el majd egymást, a béke biztosítékát nyújtja. Tehát ugye az ember nyugodtan gondolhat öregkorára és a későbbi életére, hogyha tudja, hogy bármi történik, engem az én házastársam nem fog elhagyni, mert mi Krisztusban örökre összetartozunk, vagyis egy életre. Továbbá azt mondja, a gyermekek védelméről és sok évig tartó nevelésükről is a legjobban gondoskodik, mert a nehéz és sokáig tartó kötelesség terheit a szülők közös erővel könnyebben viselik. Tehát azt mondja, ugye, hogy a gyermeknek a nevelése is megkívánja azt, hogy az ő szülei
szilárd egységben éljenek. Ne kelljen attól tartani, hogy egyik napról a másikra az a családi fészek, amiben ő nevelkedik, amiben megtapasztalja a szeretetet, a biztonságot, hogy az majd szétesik, és gyakorlatilag válási árvává válik, akinek nincs otthona, hanem minden hétvégén más házhoz költözik, és ugye más személyekkel van együtt, akik nem is az ő természetes szülei. Hát azt tudjuk, hogy manapság nagyon sok társadalmi probléma onnan ered, hogy ugye számtalan gyermek nő föl csonk a családban, és ilyen szilárd családi viszonyok között. Tovább azt mondja, hogy a felbonthatatlanság nagy haszonnal jár az egész emberi társadalom számára, hiszen ezek a házasságok a tisztességes élet és a jó erkölcsök forrásai. Ahol elendet őrzik, ott biztonságban van az állam boldogulása és közjava. Az állam ugyanis olyan, amilyenek a családok és a családban élő emberek, mert ezek alkotják az államot. Tehát az egész társadalom helyzete függ nagyban a házasságok állapotától. És aztán kitér 11. Pius pápa, hogy a Krisztus által hozott eredeti szép terve akadályozza a napról napra könnyebb válás. Az új pogányság hívei egyre hevesebben támadják a házasságot védő törvényeket, követelik a válás megengedését, és új szerintük emberségesebb törvények alkotását a régi elavultak helyére. Ezek elfogadnak okul bármit, ami az egyesülés nyűgössé és kellemetlenné teszi. Ugye hát ha valami visszataszított talán az asszonyot, de vissza a csúsztás az Ószövetségbe. Az ártatlan félnek szerintük joga van külön válni a bűnös féltől. Hivatkoznak a gyermek érdekére, akinek a nevelése teljesen eredménytelen, hogyha mindúttalan megbotránkozik szülei veszekedését. Hivatkoznak a társadalom közjavára, hogy inkább érdeke a társadalomnak, ha megszűnnek a természetes céljukat elérni már képtelen házasságok, hogy továbbá, hogy elejét vehessék olyan bűntényeknek, melyeket a végétlen házasok együttéléséből és kötöttségéből könnyen származhatnak. Ugye egymásnak esnek, megkéselik egymást, verekedés, különböző bűncselekmények történhetnek az ilyen végétlen házasságokban. Azt mondja, hogy a törvényeket hozzá kell igazítani a megváltozott közviszonyokhoz, a tényleges szükségletekhez, az emberek közfelfogásához, a polgárok szokásaihoz és erkölcseihez. Ugye teljesen a mai relativizmus megjelenik már 1930-ban. Továbbá egyesek szerint a házasság egy merőben magánszerződés, amit a szerződő felek megegyezése és akarata bármi oknál fogva felbonthat. Ugye hát egyébként nem említettük ugye a reformációnak az egyházait, ahol tulajdonképpen bármiféle válás és újraházasodás meg van engedve, mert már Luther Márton is mondta, hogy a házasság az nem más, mint egy tisztán evilági dolog, úgy mondta ilyen ős német forma, hogy ganz weltlichting, aminek semmi köze az Istenhez, a természet fölöttihez, tehát az egyháznak Luther szerint semmi joga nincs a házasság fölött, hanem az teljes egészében csak is a világi törvények szabályozzák, tehát a kor szellemnek megfelelően lehet változtatni a szabályokon. Tehát ez is ugye itt megjelenik, és ez az, amit elítél 11. Pius. De hogy ne mondják, hogy én mindig ilyen zsinat előtti dolgokkal érvelek, hát a zsinat után is bőségesen beszéltek erről a pápák. 1981-ben II. János Pál pápa kiadott egy gyönyörű iratot, Familiaris Consortio, a családi közösség címmel, és hát ugye tudjuk, hogy ez a pápa rengeteg sokat írt, elég bonyolultan fogalmazott sokszor, de gyönyörű dolgokat írt a házasságról, a családról, általában erkölcsi kérdésekről, és az ő legnagyobb érdeme talán az, hogy ezekben a kérdésekben szilárdan ellenállt a mai korszellem nyomásának, és vállalta emiatt a népszerűtlenséget és az állandó támadásokat is. Én mindig nagyon örülök annak, hogyha az egyházat támadják, és hogyha a világ gyűlöli, mert ez biztos jele annak, hogy a mester követi, akinek ugye ugyanez volt a sorsa. És hát ugye
Sajnos a második János Pál pápában éppen ezeket a legnagyobb pozitívumokat szokták a legkevésbé kihangsúlyozni, és pedig milyen jó lenne, hogyha azok a nagy tömegek, akik érte lelkesedtek a földi élete során, meg ma is lelkesednek, hogyha ezeket a dokumentumokat elővennék, elolvasnák, és a gyakorlatban is megvalósítanák. Hát például a második János Pál így beszél a Familiaris Consortiumban, ugye több fajta modern problémát is fölvet. Katolikus hívők csak polgári házasságban. Én elárulom, hogy az eddigi lelkipásztori gyakorlatomban viszonylag ritkán találkoztam gyónásokban olyannal, hogy egy elvált, újra házasodott gyóni is áldozni szeretett volna. Nem jöttek gyóni, de nagyon gyakran találkoztam olyanokkal, akik szabad állapotúak, semmi akadály nincs, hogy egyházi házasságot kössenek, de kényelemből vagy bármi másokból ezt nem tették meg. És úgy gondolják, hogy mivel ők nem elváltak, ez az első házasságuk semmi akadálya ahhoz, hogy ők szentségekhez járuljon. Hát erről mondja a Familiaris Consortium, hogy igaz, ez egy fokkal jobb, mint hogyha szabad szerelemben élnének, mert legalább bizonyos mértékben vállalnak egy stabil életformát, az előnyökkel együtt az együttélésük kötelezettségeit is vállalják, de általában fenntartják maguknak a válás lehetőségét, és az ilyen helyzeteket az egyház nem fogadhatja el, mert az életforma megválasztása szükségszerűen összetartozik a való hittel. Tehát ugye azt nem lehet, hogy én elvileg keresztény vagyok, de az életem bizonyos területein nem érvényes a keresztény törvény és a keresztény szabály. Ugye ez nagyon gyakori eset manapság, hogy ugye úgy gondolják, hogy a kereszténység az csak az élet bizonyos területére vonatkozik, és hát a hétköznapi profán életünk nagy részére pedig nem. És az is gyakori a mai világban, hogy az emberek nem vállalják a felelősséget. Tehát, hogyha én úgy döntöttem, hogy valamit megteszek, akkor nyilván úgy döntöttem, hogy vállalom a belejáró következményeket is. Hogyha én most valaki bűnben megkíselek, akkor nyilvánvalóan vállalom azt, hogy ezért engem börtönbe zárnak, bíróság elé állítanak, stb. Tehát az egyházban is, hogyha én úgy döntök, hogy nem követem a házasságomban, a párkapcsolatomban az isteni és egyházi törvényeket, akkor ezáltal úgy döntöttem, hogy nem mondok a szentségek tételéről, hogy nem lehetek keresztszülő, vérmaszülő, stb. Egy csomó egyházi tisztséget nem tudok fogadni, és amíg ugye ez az állapot fönnáll, föloldozásban sem részesülhetek. Tehát ezt nekem tudnom kell, és a döntésemben ez is benne van. Tehát azt mondja, hogy rá kell venni, amennyire lehetséges ezeket a híveket, házasságunk keresztény elve szerinti rendezésére, addig nem bocsáthatók a szentségek vételére. Elvált, de újra nem házasodott házastársak. Azt mondja a Familiaris Consortium, hogy vannak olyan hívek, akik mindent megtesznek házasságuk megmentése érdekében, eredménytelenül, és végül mégiscsak a válás maradt. Adott esetben úgy, hogy elhagyták őket, teljesen ugye az akaratuk ellenére. Na most azt mondja, hogy ilyen esetekben az ártatlan elhagyott házastársnak a sorsa a magát és egyéb nehézséget, ilyenkor az egyházi közösségetnek nagyobb támaszt kell nyújtania az illetőnek, hogy meg tudja őrizni a hűséget. A házastársához, aki őt elhagyta. Tehát a szeretetet, a megbocsájtást hősies fokban kell gyakorolnia, és ebben minden támaszt meg kell, hogy kapjon az egyház tagjaitól, hogy ápolja a megbocsátás elényét, és a jó akaratot, hogy a maga részéről mindig kész legyen a korábbi házasság folytatására. Mivel, hogy tudja, hogy a házassági kötelék felbonthatatlan, nem keres újabb kapcsolatot, hanem arra törekszik, hogy eleget tegyen családi kötelezettségeinek és keresztény élete elvárásainak. Az ilyen hívek különleges erejű tanúságtételek lesznek a világ és az egyház előtt,
és az egyház, tehát különösen kiemeli őket, mint az elég hősies példáit, és természetesen ilyenkor a szentség vételének nincs semmilyen akadálya. Én több ilyen esetről tudok, hogy valaki annak ellenére nagyon-nagyon nehéz egyedül, de ugye a feloldhatatlanság miatt nem keres újabb kapcsolatot, és vállalja az egyedül lépnek minden keresztjét, hogy ugye hűséges maradjon az egyház tanításához, és a szentségeket is továbbra is lehessen. Na most a leggyakoribb eset, elvált és újra megházasodott emberek. Második János Pál egyértelműen kijelenti, hogy itt egy rossz dologról van szó, tehát erkölcsi rosszról van szó, amely sajnos minden, sajnos egyre szélesebb körben fertőz a katolikusok között is. Tehát azt mondja, hogy az egyház azonban ezeket az újra házasodott híveit is saját gyermekeinek tekinti. Tehát nem közösíti ki őket, felelősséget érez az ő lelkéletükért, az ő ugye üdvösségükért, és itt is azért különbözőképpen tekinti azokat, akik megpróbálták megőrizni első házasságukat, de teljesen ártatlanul elhagyták őket, és másképp tekinti azokat, akik saját súlyos bűnükkel feldúlták a már érvényes házasságukat. Olyanok is vannak, akik a gyermekek nevelése kedvéért kezdenek egy új életközösséget, és esetleg lelkiismeretükben biztosak afelől, hogy az előző tönkrement házasságuk soha nem is volt érvényes. Na most azt mondja a második János Pál, hogy ezeket az embereket mindenképpen óvják meg az egyháztól való elszakadás érzésétől. Buzdítsák őket arra, hogy hallgassák Isten igéjét, vegyenek részt a szentmisén, imádkozzanak állatatosan, gyakorolják a szeretet cselekedeteit, gyermekeket a keresztény hitben neveljék, tartsanak rendszeresen bűnbánatot, de az egyház megerősíti a Szentírásra támaszkodó hagyományát, mely szerint nem engedi őket a szentáldozáshoz járulni. Nem azért, mert diszkriminálja őket, nem azért, mert kitaszítja őket, hanem azért, mert ők maguk akadályozzák meg a döntésükkel a szentségekhez járulást, és állapotuk és életkörülményei objektíven ellentmondanak annak a Krisztus és egyháza közötti szeretetnek, amelyet az oltári szentség jelez és megvalósít. Tehát az eukarisztia szeretet köteléke, az egység jele, Krisztus és az egyház szeretet kapcsolatának a megjelenítése és az éltetője, és éppen azért, aki a házasságot ugye szétválasztotta más Isten előtt törvénytelen kapcsolatban él, az hazugságot követne el, hogyha ilyen állapotban az egység és a felmondhatatlanság szentségéhez járulna. Tehát azt mondja, hogy másrészt, hogyha ezeket az embereket szentségekhez bocsátanánk, akkor tévedés és zavar támadna a hívőkben a házasság felmondhatatlanságára vonatkozóan. Azt mondja, hogy a bűnbánat szentségét csak azok vehetik fel, akik vállalják azt, hogy a továbbiakban olyan életet élnek, amely már nem ellenkezik a házasság felmondhatatlanságával, vagyis vagy szétválnak, vagy pedig, hogyha nem tudnak különválni, mert például együtt kell nevelni a gyermeküket, akkor vállalják azt, hogy teljes megtartóztatásban élnek, mint testvérek, azaz tartózkodnak minden olyan cselekedetektől, amelyek csak a házastársukat illetik meg. Tehát ugye vállalják, hogy együtt élve is, de ugye önmegtartóztatóan vannak együtt, mint testvérek. És ilyenkor is az a javaslat és az az előírás, hogy a szentségekhez ne járuljanak ott, ahol mindenki ismeri őket, mert ugye az nem verik dobra, hogy ők nem élnek együtt házas életet, tehát ezt nem tudják róluk, és a hívek megbotránkoznának, hogyha tudnák, hogy ők ugye együtt vannak, és ugye elváltak, újraházasodottak, de mégis áldoznak. Tehát ilyenkor áldozzanak ott, ahol nem ismerik őket. No, tehát azt mondja, hogy tiltja az egyház törvénye azt, hogy a lelkipásztor bármilyen oknál fogva szertartással hozzájáruljon az elváltak második házasságához.
De Németországban széles körben gyakorolják ezt a dolgot, hogy ugye a elvált újra házasodottak a egyházi áldásban részesítik, tehát léteznek szertartások is, amivel áldást adnak rájuk, imádkoznak értük. De hát ez ugye azt a látszatot kelti, hogy az egyház elismeri ezt az újabb kapcsolatot, esetleg mint érvényes szentségi házasságot, és tehát nem lehet megáldani azt, ami nincs az Isten és Krisztus akaratával összhangban, ugye. Tehát bűnös dologra nem lehet Isten áldását kérni. Tehát azt mondja az egyház, miközben anyai érzülettel viseltetik a bűnbeesett gyermekei, a gyenge gyermekei iránt is, mégis hűségről tesz tanúságot Krisztus törvénye iránt, és éppen ezért nem változtat a tevői gyakorlatán, hogy ezeket nem engedi a szentségek vételéhez. Tehát mégis imádkozik értük, mellettük áll, hogy a bűnbánat által elnyerjék majd Istentől a megtérés és az üdvösség kegyelmét. Tehát ugye az egyház mégis szeretettel van eme gyermeke iránt, de tudjuk azt, hogy a belvárosi templomban Herki György atya szokott tartani úgynevezett elváltak misélyét és foglalkozásokat is szervez az ő részükre, ami hát azt jelzi, hogy az egyház segíteni akar nekik, hogy valamiképpen törvényes keretek közé ugye, terelik ezt a kapcsolatot, amennyiben lehet, ugye, keressék a törvényes megoldást, de semmiképpen nem arra való ez, hogy azokat is szentségekhez engedjék, vagy elismerjük a második házasságot, ahol ez kánonilag lehetetlen. Na most lassan már a vége felé közeledünk. Milyen kifogások vannak az egyház érvényes és ősi gyakorlata ellen? Hát erre vonatkozva 1994-ben József Ratzinger bíboros, a hiteli kongregáció akkori prefektusa kiadott egy szép, hosszú levelet, ahol több ilyen kifogást sorol fel. Az egyik az, hogy az egyházatyák gyakorlata rugalmasabb volt, ahogy ma is az ortodoxoknak a gyakorlata, tehát ezt kellene nekünk is a nyugati egyházban követni. Tehát azt mondja, hogy igaz, az egyházatyák bizonyos esetekben megengedték az egyházi szabályok és törvények lazább alkalmazását, de sohasem lehet méltányosságot gyakorolni, úgynevezett ökonomiát vagy epikeiát, ezek a szakszerű kifejezések az engedékenységre. Tehát nem lehet engedékenységet gyakorolni, amikor isteni törvényről van szó, ami explicite oda van írva az evangéliumokba. Ugye, tehát ugye bizonyos pusztán egyházi szabályok, törvények alól egyes esetekben kivételt lehet tenni. Ugye például most, amikor az anglikán lelkészek tömegestül ugye betéptek a katolikus egyházba, az egyház őket fölmentette a cölibátus törvénye alól. Tehát megengedte, hogy a korábbi házasságukat azt folytassák. Ugye, mert hát ugye e körül vita van, de mondjuk apostoli hagyomány, de például lehetséges kivétel. Tehát nem olyan értelemben isteni törvény a cölibátus, mint a házasság felbontatatlansága. De az isteni törvények alól nem lehet kivétel, nem lehet a szabályokat lazában alkalmazni, mert ezzel engedélyt adnánk a bűnre. A következő azt mondja, hogy egyesek szerint a mostani szigorú törvénykezés visszafordítja a tartalmi fejlődést, és visszatérünk a II. Vatikán zsinat előtti házasság elfogáshoz, amely naturalista, legalista és kegyetlen volt. Mert ugye a zsinat előtt főleg ugye azt vallotta az egyház, hogy a házasság egy szerződés a felek között, és a házasság magában foglalja azt is, hogy jogom van a házastársam testéhez, jus ad corpus, ugye? Tehát ez nagyon embertelennek
hangzik, és nagyon formálisnak. Na most ugye itt is azt mondja a József Ratzinger bíboros, hogy a II. Vatikáni zsinat nem szüntette meg a házasság hagyományos felfogását, hanem tovább fejlesztette. Tehát ugye a II. Vatikáni zsinat különösen a szövetségre helyezi a hangsúlyt, hogy egy személyek közötti szövetségről van szó, de a szövetség feltételezi a szerződést. Tehát habár az egyházi törvény nem fejezi ki a házasság teljes valóságát, de a valóság elengedhetetlen része. Tehát ugye, ahogy nincs test csontok nélkül, úgy nincs semmiféle intézmény, szilárd szerkezetek, jogi előírások nélkül. Na most azt mondja, hogy egyesek arra hivatkoznak, hogy az egyháznak az irgalmasságot kellene gyakorolnia, tehát ugye ezek pasztorális, lelkipásztori érzékenységet kellene mutatnia, a törvény szigora helyett jobban együtt kellene, hogy érezzen a drámai emberi helyzetekkel. Ezzel szemben azt mondja József Ratzinger is, II. János Pál pápa is megerősítette ezt, hogy a kinyilatkoztatós igazságot nem szabad elvizezni lelkipásztori szempontokra hivatkozva. Tehát az igazi irgalmasság nem azt jelenti, hogy megerősítem a másikat a gyengeségében, a bűnében, a tévedésében, hanem ezt jelenti, hogy az igazság által szabaddá teszem őt. Ugye az igazság szabaddá tesz titeket, mondja az Úr Jézus. Nem mindig könnyű megérteni a jog és a teológia nyelvét, de a lelkipásztornak le kell fordítani, meg kell magyarázni az híveknek, segíteni kell a tanítás megértését, de nem lehet a gyakorlati ugye, szempontokra, az irgalomra hivatkozva a tanítást megmásítani. A szeretet nevében sem tehetjük ezt. Az igazság lehet fájdalmas és kényelmetlen, de csak az igazsághoz való hűséghoz igazi békét, belső szabadságot és szentséget. Na most itt zárásképpen szeretnék egy dologra rátérni, amit József Ratzinger is kifejt, és utána 16. Benedek kép is erre rátér. Nevezetesen. Manapság nagyon-nagyon sok az olyan egyházi házasság, amit tulajdonképpen hitbéli meggyőződés nélkül kötnek meg. És csak hozok egy statisztikát, hogy ugye fölmérés született arról, hogy a katolikusok hány százaléka fogadja el az egyház tanítását a házasságra vonatkozóan. Az európai katolikusok 75%-a nem fogadja el, a latin-amerikaiak 67%-a, az észak-amerikaiak 59%-a, és csupán az afrikaiaknak csupán 19%-a nem fogadja el. Az afrikaiak a leghűségesebbek a tanítóhivatalhoz, az európaiak a legkevésbé hűségesek. És ugye nagyon sok, sajnos legalább 80-90%-a megkeresztelt katolikusoknak nem tekinthető gyakorló és meggyőződéses katolikus hívőnek. Tehát ugye a hitet az megtartja bizonyos hagyományból, szokásból, a maga módján vallásos bizonyos dolgokat szimpatikusnak talán elfogad, másokat elve, és ezek az emberek magukat jó hívőnek tekintik, és jól formálnak a szentségek vételére. Őszintén bevallom, hogy az eddigi 16 papi évemnek a legszomorúbb és fájdalmasabb tapasztalatai azok, amikor az ilyen katolikusok jönnek, ugye csak ilyenkor jönnek a templomháza tájára, és verik az asztalt, és követelik a jogaikat, de ugye se szentségi élet, se megfelelő katekézis, tehát hittan ismeretek nincsenek, se szentmisére járás, se gyónás áldozás, semmi jele a hétköznapi normális vallásos életnek. És ugye gyakorlatilag ezek úgy szokták kezelni a papot, mint egy ilyen pincért, vagy mint egy ilyen szolgáltatót, hogy ők fizetnek, és tessék, hogy a megfelelő szertartás
elvégezni. Nem egyszer úgy éreztem ilyenkor magamat, mint egy törzsi varázsló, ugye, akinek fizetnek, hogy bizonyos mágikus formulákat ottan elsútogjon. És hát ugye megvan a szép hagyomány, van milyen összegyűjteni a családokat, ebédet csapni, és utána folyik az életünk, ami se történt volna végbe, visszacsúszunk a pogány véshez napjainkba. Na most nem egyszer ezt az ember esküvőkön tapasztalja meg, hogy megvan az orgona, majd kileli a templom falai, piros szőnyeg, koszorús lányok, virág, halmok, mindenütt, iszonyatos nagy lakodalom utána, és egy hónap múlva elválnak. És ugye hát ilyenkor jön az, hogy hát mit tegyünk velük, újra akarnak házasodni, nyilván 30 évesen nem készek arra, hogy az életük további részét egyedül eltöltsék, ugye házasság nélkül, de a szerencsési házasságok az ugye hát helyrehozhatatlanul tönkre ment. Most itt megint csak én azt hiszem, hogy egy sokkal mélyebb problematika nyílik meg, amit előbb-utóbb meg kell vitatni, szembe kell nézni vele az egyháznak, hogy ragaszkodunk-e ahhoz, hogy továbbra is fenntartsuk azt, hogy mi egy 1 milliárd 200 millió fő számláló világhatalom vagyunk, egy nagyhatalom, és egyáltalán nem érdekel minket az, hogy ennek az 1 milliárd 200 ezernek a túlnyomó része az belsőleg semmi módon nem kötődik a tanításunkhoz és az életstílusunkhoz. Vagy pedig vállaljuk azt, amit 16. Benedek többször mondott, hogy tiszta vizet öltünk a pohárba, világossá tesszük a tanítást, a gyakorlatot, a követelményeket, és azt mondjuk, hogy mindenki válaszol, vagy rendes katolikus lesz, vagy akkor mondja ki azt, hogy hogy nem tartom fel ezt a formális ugye, hagyományt. És ilyenkor az egyház összesugorodna persze, létszámban sokkal kevesebb lenne, sokkal kevesebb állami támogatást, adópénzt kapna meg egy, meg privilégiumot, azonban belsőleg megerősödne, mert tényleg a hívből élne, és hitelesen élni a katolicizmus lényegét. Most 16. Benedek pápa fölveti azt a kérdést, hogy vajon azoknak a megkeresztelt katolikusoknak a házassága, akik hit nélkül kötik meg a házasságot, pusztán családi hagyományból, pusztán a külsőségek miatt, hogy ez a házasság tekinthető-e szentségi házasságnak. Az én egyházom tanárom, akit úgy hívtak, hogy Erdő Péter, és most bíboros, ő azt állította, ugye, hogy minden szentségi házasság, minden keresztények közötti házasság automatikusan szentségi. Ha akarják, ha nem, és ebben nincs változtatás. Benedek pápa fölvillantja azt a lehetőséget, hogy lehet-e a hit nélkül fölvett szentségeket valóban szentségeknek tekinteni. És itt egy csomó más szentség is van, ugye hát én káplánként többször tapasztaltam azt, hogy ugye kötelező volt gyónni a keresztülőknek, vérmaszülőknek, és nem egyszer úgy jöttek a gyónók, hogy gyűjtem a gyónó cinduláért. Ez azt jelentette, hogy ugye a papa ad egy igazolást, hogy occasione confirmationis confessionem perigit, a vérválás alkalmából elvégezte a gyónását, és volt két papír, a kék az a kereszt, a vérma apáknak szól, a fehér az a vérma anyáknak, és nem egyszer jött a vérma apa a fehér papírral, ahol azt jött, hogy vérma anya elvégezte a gyónást, tehát elküldte a feleségét, hogy gyónjon meg helyette, hogy ő ugye beadassa a papírt, és lehessen vérma apa, de ne kelljen gyónni. Többen ugye ilyenkor álgyónást végeztek, tehát nem őszintén, többen azt mondták, hogy ők nem is akarnak gyónni, csak a papírért jöttek, ugye, most ilyenkor ugye kell előtetni ezt a dolgot, adjam-e én, mint papa, a hamis érvénytelen feloldozást, vagy nem. Ugyanúgy ugye a keresztség esetében is, hogy ugye sokszor úgy kezelik a keresztséget, mint hogyha az alanyi jogon minden újszülöttnek járna, de ha ez így lenne, hát akkor minden szülészeti klinikán kéne ugye kinevezni egy keresztelő papot, aki automatikusan megkeresztel minden csecsemőt, ugye? Ami hát eléggé furcsa lenne, hogy a katolikus egyház elvileg akkor keresztel gyermekeket, hogyha biztosítva van a vallásos nevelésük. Ez azt jelenti, hogy ugye
leginkább a szülő, vagy legalább a keresztülő éljen elkötelezett és hiteles gyakorlati keresztény katolikus élete. Tehát ő maga is mutassa meg, hogy az életében fontosabb a hit, és hát ahhoz akar igazolni. Tehát ahol ez teljesen hiányzik, ott azt mondja a mostani egyházok, hogy hallasszák el a keresztséget, amíg ezek a föltételek nem teljesülnek. Tehát kellene nekünk itt is fenntartani a látszatot, hogy minden rendben van, vagy pedig világosan megmondjuk, hogy keresztség az azt jelenti, hogy nem egy mágikus szertartás, hanem bevezetés a keresztény életbe. Tehát azt kereszteljük meg, aki tényleg úgy akar élni, nem csak a keresztlevél kell neki. Az esküvőnél is ez kéne, hogy tényleg mi a motívum. Én mindig ezt szoktam kérdezni a jegyesektől, hogy miért szeretnének egyházi esküvőt. Mi a motívum? Mert nagyon sokszor ugye nem a helyes motívumról van szó. Hát és feltartják persze a válás lehetőségét is. Többen mondják, manapság főleg fölröppelt ez, hogy valószínű, hogy az egyházi házasságok több mint 50%-a érvénytelen. Mert vagy személyes életlenség áll fönn, vagy pedig kizárják a felbonthatatlanságot, a hűséget, nagyon sokszor a gyermekáldást is kizárják, tehát valami alapvető föltétel hiányzik. Tehát akkor, ha ez így van, én mondjuk ezt túlzásnak tartom, meg az előbb említett egyházok tanárom azt is mondta, hogy nem szabad olyan magasra tenni a mércét, hogy gyakorlatilag ember fiának lehetetlen legyen érvényes házasságot kötni. Tehát nem szabad képtelen föltételeket támasztani, de mégis, hogyha ilyen sok az érvénytelen házasság. Manapság ilyen sok az egyházi bíróságokon a házassági per, és rengeteg házasságot érvénytelenek mondanak ki, akkor nem kellene nekünk lelki pásztoroknak sokkal nagyobb hangsúlyt fektetni az előkészületre, a képzésre. Tehát a jegyes oktatás ne csak ilyen formális kis kurzus legyen. Én olyan plébániákkal is ismerem, én is tudok, ahol nincs jegyes oktatás. Tehát fölveszünk az adatokat, bejövünk szombaton, jöjjenek, gyorsan meg lesz a szertartás, beszéljük meg a kántorral, hogy melyik álmenárja legyen, a Schubert vagy a Bruno, a virágozóval azt, hogy hány tonna virág borítsa az oltár, stb. És plusz. Hát ez elegendő, ugye ez a lényeg. Na most ne ez legyen, hanem legyen egy komoly előkészület az, hogy a dolognak a lelki oldalát megérteni, meg azt, hogy tényleg komolyan gondoljátok azt, hogy egy életen át kitartani jóban, rosszban, bármi történik a másikkal, vagy velem, vagy velünk, vagy a világban. Tűzön és vízen kitartunk egymás mellett, és elmagyarázni azt is, hogy ez embernek lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Tehát ugye a keresztény szentségi házasságot nem lehet hit nélkül megélni. A fölgondhatatlanságot hit nélkül nem lehet megtartani. Csak az tarthatja meg, aki imádságban és a szentségek vételében folyamatosan kér és kapja Istentől az erőt és a kegyelmet. Tehát ezért tehát a nem hívőknek, a nem gyakorló hívőknek a szentségi házassága az egy öngyilkossági kísérlet. Az szinte biztosan tehát válásra van ítélve, mert nincs erő, nincs ahonnan ugye, hát kapnak az isteni segítséget, hogy ebben kitartsanak a mai világban. Szóval mindenképpen ezt a lelki oldalt kellene hangsúlyozni, és ugye ilyen módon nyilván nagyobb felelősséggel kötnének egyházi házasságot. Ugye Kurtus Ivan utáni pápák, amikor beszéltek az egyházi bíróságok tagjaihoz, akkor mindig kihangsúlyozták azt, hogy nem szabad soha azt a látszatot kelteni, hogy az egyház automatikusan minden egyes esetben kimondja a házasság érvénytelenségét. Ugye vannak ilyen bumi paragrafusok, amiben mindent bele lehet magyarázni, és minden házasságot érvénytelennek lehet titulálni. De hogy ne ez legyen a cél, hogy automatikusan mindenkinek megadjuk ezt a lehetőséget, hanem az legyen az egyházi bíróságnak is a vágya, hogy az igazságot kiderítsen. Ez a kettő ember Isten előtt házas vagy nem házas. Létrejött az a szentség, vagy nem jött létre. Megvoltak a föltételek, vagy nem voltak. És ennek megfelelően akkor ők is tiszta lelkiismerettel tudják ugye, hát vagy folytatni ezt a kapcsolatot, vagy akkor szétválni.
Szóval valamiképpen ezt hangsúlyozni, hogy a szentségek, a hitnek a szentségei, csak hittel lehet őket felvenni, csak hittel lehet velük élni, és ilyen módon szerintem csak ezen az úton lehetne ezt a kérdést valamiképpen megoldani, és akkor sokkal kevesebb lenne az ilyen probléma, és az ilyen dilemma, hogy mit tegyünk azokkal, akiknek ugye csődben, mint a házasságuk is zátorra futott az ő egykori elhatározásuk. És most tényleg befejezem, bocsánat, hogy így elhúztam, de nagyon kérem, hogy imádkozzunk ezért az októberi szinódusért, Ferenc pápáért is, a bíborosokért, a püspökökért is, hogy ne hajtsunk térdet a világ előtt, ne adjuk be a derekunkat, ne kössünk kompromisszumot a korszellemmel, hanem hogy a katolikus egyház, hogy a Szentlélek erejében hűséges tudjon maradni a kinyilatkoztatott igazsághoz, mert ez ugye dogma, ez kinyilatkoztatott igazság, nem csak egy gyakorlati kérdés. Hát köszönöm szépen a figyelmüket, és akkor dicsértessék a Jézusnak.